környezetvédelmi, illetve a fejlesztési minisztérium közös pályázatának köszönhetően a helyi önkormányzatok nem sokára lecserélhetik a régi iskolabuszokat. A program kidolgozása még folyamatban van, de a tervek szerint több mint 2000 új elektromos iskolabuszra pályázhatnak majd a települések, ezzel is megkönnyítve a diákok iskolába való utazását. Elektromos iskolabuszok megvásárlására készítelő pályázatot a Környezetvédelmi és Fejlesztési Minisztérium közösen nyilatkozta Cseke Attila fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős miniszter. A program jelentős segítséget nyújt majd a helyi önkormányzatoknak, hiszen sok helyen már 8-10 éve vannak folyamatosan használatba véve az iskolabuszok. Az igény és az elvárás ezzel kapcsolatosan is jelentős, tehát az, amit az RMDSZ miniszterei ebben a tekintetben tesznek, az az országnak is, és benne a magyar közösségnek is nagyon-nagyon fontos, hogy gyermekeink, diákjaink biztos körülmények között biztonságban jussanak el az iskolákban minden nap. Bihar községben a szomszédos Hegyközkovácsiból és Kügypusztából közel 30 gyereket utaztatnak naponta a helyi elemi és általános iskolába, de az órák után kezdődő after school programban résztvevő gyerekek hazajuttatásában is nagy segítséget nyújt a több éve vásárolt iskolabusz. Örömmel értesültünk erről a projektről, hiszen a környezettudatos életmód az életünk szerves része, nem csak családilag, hanem úgy gondolom, hogy az iskolánkban is. Nyilván, hogyha lehetőség nyílik rá, az elsők között leszünk, akik ezt a pályázatot le fogják adni. Nagyon bízunk benne, hogy meg is nyerjük. Az indok az lenne, hogy mivel a távolságok kicsik a településeink között, maximálisan ki tudjuk használni, és rendesen le tudunk faragni az üzemanyag költségekből, így költséghatékony is tudna lenni egy ilyen autóbusz. A program kidolgozásában mindkét minisztérium szakemberei részt vesznek. A tervek szerint a pályázaton több mint 2000 modern, elektromos meghajtású és hibrid mikrobusz megvételére kapnak támogatást a települések.